Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tanácsok nyaralás idejére, a szakember szerint érdemes felkészülni utazás előtt. Postás biciklit lopott a férfi, állítása szerint csak kölcsön vette a kerékpárt. Madár tartott edzést Szekszárdon, Erdei Zsolt több száz fiatalnak mutatott be ökölvívó technikákat. Üzemanyaggal csaltak, több ezer litert adtak el, de a terméket sosem szállították le. Megjött a jó idő, mindenki tervezi a pihenést, feltöltődést. A nyaralásra készülőknek érdemes pár hasznos tippet megfogadniuk, hogy a kikapcsolódás tényleg felhőtlen legyen. Egész évben hajtunk, dolgozunk, várjuk a nyarat, amikor kicsit elvonulhatunk, megszabadulhatunk a mindennapok taposómalmából. De ha nem készülünk fel megfelelően, a nyári álomból könnyen rémálom lehet. Különösen ajánlott minden szükségeset becsomagolni, ha gyerekkel indulunk útnak. Szerintem megszoktam is a betegeimnek ajánlani, hogy ebbe a kis házi patikába mindenképpen legyen valami lázcsillapító, az gyerekkorának megfelelő, ugye, akkor legyen hasmenésre való szer, ez is előfordul, hányás esetére valami gyógyszer, vagy valami természetgyógyászati készítmény, ki mit szeret. Napi égésre nem kenőcs, hanem inkább vannak ilyen különböző habok, gélek, amiket én speciál nagyon szeretem, bárányhimlőre, csípésekre, rovascsípésekre, napi égésre szoktuk használni, és nagyon jól hűsítenek, fertőtlenítenek. Fontos még tudni, hogyha külföldre, valamilyen egzotikus országba utazunk, feltétlenül nézzünk utána, hogy az adott helyre milyen védőoltás beadatását javasolják a szakemberek. De sokan azt is el szokták felejteni, hogy ha tengerpartra megyünk, vigyünk magunkkal vízicipőt. Ezzel elkerülhetjük a tengerben élő állatok csípését, szúrását. A medúza csípés az meg különböző tüneteket tud okozni, tehát egészen az enyhe gyulladástól, egész komoly ilyen szisztémás tünetekhez is vezethet, mint hányinger, hányás, láz, hidegrázás, tehát ilyen dolgok lehetnek. Természetesen ezeket is ugye tünetileg kellene csillapítani, kezelni, és hát a csípés helyét pedig gyulladás csökkentő kenőccsel, azt is mondjuk érdemes vinni magunkkal, valami olyan kenőcsöt, ami gyulladás csökkentő. A szakember még azt is elmondta, hogy ha valaki tudja magáról, hogy bizonyos állatok csípésére allergiás, semmiképp se felejtse el a szakorvosa által javasolt gyógyszereit magával vinni. Akinek pedig nincs tudomása ilyesmiről, annak is célszerű akár a patikában recept nélkül kapható antihisztaminok közül csomagolni egyet. Bárcsak néhány napja van hatályban, már most látszanak a nagyon pozitív eredményei a kötelező bolti akcióknak, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető arról beszélt, hogy az áruházak az intézkedést nem teherként élik meg, hanem verseny lehetőségként. Eredménynek nevezte azt is, hogy nem csak 20 terméknél vezetik be a kötelező akciózást, hanem sokkal többnél vevőcsalogatóként. Fantasztikus dolog ez, hiszen a versenyt használjuk arra, hogy meg tudjuk védeni a vásárlókat a drágulástól, mondta Nagy István. Postás biciklit lopott egy férfi Szekszárdon. A rendőröknek azt mondta a tolvaj, hogy csak kölcsön vette a nagyjából 600.000 forint értékű kerékpárt. Néhány napja érkezett bejelentés a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságra, hogy Szekszárd központjában egy biciklibolt elől valaki ellopott egy nagyjából 600.000 forint értékű postás kerékpárt. Rövid időn belül a járőrszolgálatot ellátó kollégák a Páskum utcában igazoltatás alá vontak egy 54 éves helyi szemét, aki a leírásnak megfelelő kerékpárral közlekedett. A rendőröknek azt mondta, hogy nem akarta megtartani a bicajt, csupán kölcsön vette azt. Úgy gondolta, hogy a munkahelyén megjelenik, aztán valamilyen szabadidős programon is részt vesz, majd gondolta, hogy valahol ott hagyja a kerékpárt, így azonban a kollégáink lefoglalták és jogos tulajdonosának kiadták a járművet. Az 54 éves férfi ellen lopás vétsége miatt indítottak eljárást. Országos ellenőrzést tart a rendőrség az utakon június 14-e és 20-a között. Az egyenruhások Tolna vármegyében is kiemelten figyelik majd a közlekedőket. Az Európai Közlekedési Rendészeti Szervek hálózata műveleti csoportjának éves terve alapján indul a kezdeményezés. Ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő embereket szűrik ki.
A 2024-es védelmi költségvetés, mert háborús időkben olyan büdzsére van szüksége Magyarországnak, amely garantálja a biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. Ezért a jövő évi tervezés fókuszában a rezsivédelem és a honvédelem megerősítése áll, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az országgyűlés keddi ülésén. A tárcavezető kifejtette, fontos, hogy mind a családok, mind pedig a vállalkozások, érintett intézmények mielőbb megismerjék a kormány jövő évre vonatkozó kilátásait, tervezett lépéseit, főbb célkitűzéseit. Ezért idén is követik azt a 9 éve kialakított gyakorlatot, hogy az év első felében nyújtják be a jövő évi költségvetést az országgyűlés elé. Erdei Zsolt ökölvívó világbajnok tartott szabadtéri edzést több száz gyereknek és fiatalnak Szekszárdon. Madár egy régi jó ismerőse, Halász Gábor meghívására érkezett a Tolnai Vármegye székhelyre. Elkészültetek? Hatalmas üdvrivalgással köszöntötték Erdei Zsolt gyakorlatait Szekszárdon a gyerekek. A félnehéz és cirkáló súlyú profi ökölvívó világbajnok a sportközpont előtti téren tartott edzést a fiataloknak. Itt van egy világbajnok, és ez nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hogy megérezhetem, hogy milyen volt egy világbajnoknak lenni. Madár hírére több százan érkeztek egy nagyjából 30 perces edzésen részt venni. Így tettek a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumának kadétjai is. Mivel kadét vagyok, ezért fontos nekem a testmozgás, és én kickboxra járok, igaz, nincs köze annyira a boxhoz, de viszont kíváncsi vagyok, hogy egy világbajnok mit tud így mutatni nekünk. Kettő, belenézek az ütésbe! Madár pedig rendesen meg is izzasztotta a fiatalokat. A sportoló legenda az éppen születésnapos Halász Gábor a helyi Unió Boxteam vezetőinek meghívására érkezett a városba. Ők ketten már több mint 10 éve ápolnak jó barátságot. Ökölvívásról szól, egy kicsit megismerjék a srácok, a gyerekek az ökölvívás szépségét egy kicsit, és a Zsolton keresztül. Ő tudja szerintem a legjobban bemutatni. Erdei Zsolt rendszeresen tart teljesen ingyenes edzéseket gyerekeknek az ország minden pontján. Azt mondja, számára különösen fontos, hogy minél többeket vegyen rá a mozgásra. Nekem ez a küldetésem tulajdonképpen, hogy az ökölvívást népszerűsítsem, a sportot népszerűsítsem, az egészséges életmódot népszerűsítsem, hogy a gyerekek ne otthon ücsörögjenek a tévé előtt, és az okostelefonjukat nyomogassák, hanem egy kicsit mozogjanak is, mert ugye ezzel azért, ha egészségre neveljük őket, akkor adunk nekik útra valót a felnőtt korra is. A szexárdi programon több mint 200 fiatal volt jelen. Újra megnyílt a digitális felzárkóztatási alap. Kórházak, idősotthonok, gyermekotthonok és magánszemélyek is pályázhatnak informatikai eszközökre a június 30-ai határidőig, közölte a Magyar Vöröskereszt. A szociálisan rászorulók sokszor nem rendelkeznek az olyan kapcsolattartáshoz, tanuláshoz, álláskereséshez, munkavégzéshez szükséges eszközökkel, mint az okostelefon, tablet vagy laptop. Ennek leküzdésében segít a kezdeményezés 2021 óta. Eddig a részvevők a 3 évre tervezett összeg 32%-át használták csak fel. A piaci árnál jóval olcsóbban ígértek üzemanyagot egy bűnözői csoport tagjai az átvert áldozatoknak. Több ezer litert adtak így el, az árut viszont sosem szállították le. Az ügyükben most született bírósági ítélet. Volt, akinek a piaci ár harmadáért kínáltak üzemanyagot a csalók. Fuvarozással és mezőgazdasággal foglalkozó szakembereket kerestek meg telefonon. Tudták róluk, hogy benzint és dízelt használnak. Az elsőrendű vádlott jogtalan haszonszerzési szándékkal 2022. május 3-án felhívta a kölkedi lakost. Elsőrendű vádlott azt állította, hogy egy ismerőse révén kapta meg a sértett elérhetőségét, akiről tudja, hogy egyéni vállalkozóként dolgozik. Elsőrendű vádlott valótlanul azt állította, hogy az építőiparban dolgozik, és nagyobb mennyiségű gázolajat jóval a hatósági ár alatt tudna értékesíteni. Mivel a sértettet érdekelte a dolog, megállapodott elsőrendű vádlottal abban, hogy 1000 liter gázolajat vásárol 150 ezer forintért. Összesen 4 embert vert át a 3 vádlott. Az első és másodrendű elkövető apa és fia voltak. Nagyjából 1 millió 60 ezer forintot szereztek így meg áldozataiktól, akiktől a pénzt minden esetben átvették, de az üzemanyagot vagy az ígért alkatrészt sosem szállították le. Egyszerűen elérhetetlenné váltak. Indítványozom, hogy a bíróság a elsőrendű vádlottat 1 év 2 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra
másodrendű vádlottat 10 hónap, végrehajtásában egy év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. Harmadrendű vádlottat 8 hónap, végrehajtásában egy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje. Vagyis az ügyész letöltendő börtönbüntetést kért az elsőrendű vádlottra, valamint az átvert emberek kezdeményezték, hogy a kárukat térítsék meg. A tárgyalóteremben a három férfi mindent beismert. Hogy beismeri a bűnösségét, a mindaz öt, nem maga mind beérve van. Mindenbe, úgy, hogy az ügyész nem vitat semmit, mindent beismert. Jó, tehát ügyvéd úrral ezt megbeszélték, ismeri a mértékét, és lemond a tárgyalást az való jogáról. A bíró végül egyik csalót sem zárta rácsok mögé. A legsúlyosabb ítélet egy év börtön lett 4 évre felfüggesztve. Ketten pedig megúszták közérdekű munkával. Regionális hírek következnek. Bérigénnyel fogadták az új igazgatót, magasabb fizetést akar a buszos szakszervezet Pécsen. Szőlő és bora művészetben. Augusztus 20-áig látható a Siklósi szalon kiállítása. Kiemelkedő szereplés csakversenyeken, szép eredményeket értek el a bikali iskolások. Bérköveteléssel fogadta a pécsi buszos cég májusban kinevezett új vezetőjét a társaságnál működő Szolidaritás szakszervezet vezetője. Az érdekképviselet szerint 2000 forintra kell emelnie a sofőrök alapóra díját, hogy megállítsák az elvándorlásukat. A helyi járatra vár ez a férfi a pécsi főpályaudvaron. Név nélkül azt mondta stábunknak, hogy lehetne javítani a városi buszközlekedésen. Innét Kertvárosból hetesen kijutni nagyon katasztrófa. Fél óránként jár, elég sűrűn, idén talán annyira, de tavaly nagyon sokszor kivaradtak. Arról is tud, hogy kevés a sofőr, mert alacsony a fizetés, ezért maradnak ki a járatok. Pedig megérdemelnék a magasabb bért az autóbuszvezetők a férfi szerint. Nincs felesleg, van, aki nyugdíj mellett ment vissza sofőrködni, mert de így is abba adják, mert annyi munkát raknak rá, hogy nem bírják ki így se. Úgyhogy kevés, ezért a munkáért kevés az a pénz. Így gondolja a helyi buszközlekedés bonyolító, tükebusznál tevékenykedő egyik szakszervezet is. Vezetőjük azt mondja, erről tájékoztatta írásban a cég új vezetőjét is. Az új igazgató Skutnik Tibornak a munkába állásakor írtam el, írt a szakszervezetünknek egy levelet, hogy az 1800 forintos alapóra bért, azt emelje föl 2000 forintra szeptembertől, hogy legyen ez az elsődleges tevékenység, amit végrehajt ugye. Mert nem jönnek különben ide újak. Mert a Volán busznál ugye volt 18,5%-os emelés a január 1-től, ugyanúgy, mint a Tüke busznál, itt 20%-os emelés volt, de itt 1800 forint lett most, ott meg 1955. Ez a különbség pedig elég ahhoz, hogy a Tüke helyett a Volán buszt válasszák a sofőrök. Raposa Gábor azt mondja, sok az idős járművezető, és nincs utánpótlás. 40 év alatt nem igazán van sofőr a Tüke busznál, és egyre többen, tehát mennek nyugdíjba folyamatosan a gépkocsi vezetők, ezért majd a menetrendet is kénytelenek lesznek majd maximum hozzáigazítani akkor. A pécsi Fidesz frakció vezetője szerint a busztársaság problémái kihatnak a nyári időszakra is. Nyáron nem az lesz a kérdés, hogy lesz-e klíma a buszokon, hanem hogy jönnek azok a buszok, vagy ugyanaz lesz a helyzet, mint a télen, amikor a pécsiek áztak-fáztak a buszmegállóba a buszokra várva, hiszen a kiírt menetrenddel ellentétben azok 100 számra, 1000 számra maradtak ki, nem jelentek meg, és valóban egy teljesen kaotikus állapotot eredményeztek. A politikus szerint is emelni kell a buszvezetők alapúradíját, hogy legyen elég sofőr a helyi buszközlekedés működtetéséhez. Ahhoz, hogy elérjük a 2-3 évvel ezelőtti állapotot, amikor mondjuk 30-40-nel több sofőr volt a Tüke busznál, ahhoz egy jelentősebb bérrendezésre lenne szükség, de úgy tűnik, hogy a városvezetésnek megint csak fontosabbak a jó barátok és a különböző tanácsadók, akikre havi szinten milliókat, éves szinten összességében 100 milliókat is képesek elkölteni, de valahogy a tömegközlekedéssel érdemben ilyen szinten nem tudnak foglalkozni. Hiába emeltek idén a bérükön, előtte évekig elhanyagolták a sofőr kérdést az önkormányzaton, mondja a frakcióvezető. Ez vezetett addig, hogy kimaradt járatokról panaszkodnak az utasok. A témában hívtuk a Városháza sajtósát is, aki adásunkig nem jelzett vissza, hogy kinyilatkozna a buszvezetők bérigényéről. Jelenleg mintegy 250 sofőr dolgozik a pécsi Tükebusznál.
Megnyílt a siklósi szalonra érkezett képzőművészeti munkák kiállítása. Idén a szőlő és a bor témaköre adta az alkotások alapját. Festmények, szobrok, kis plasztikák a siklósi vár kiállító termeiben. Itt láthatják az érdeklődők az idei siklósi szalonra érkezett műveket. Idén tematikus a kiállítás. Eddig a siklósi szalon egy szabad elvű találkozás volt, tehát mindenki a legújabb dolgát hozta ide, és nem volt kötött. Ma, tehát most az idei kiállítás egy tematikus, tehát szőlő és bor a művészetben, és ezáltal mindenki megpróbálta ma itt a 21. században azért ezt a témát átdolgozni, vagy átvetíteni saját magán ezt a témakört. Így visszaköszönnek a művekből a szőlővel, borral kapcsolatos élmények, történetek. A siklósi kulturális évad folytatódik a siklósi szalon kiállítása után is, mondta stábunknak a város polgármestere. Alapvetően a kiállítást szeptember közepéig terveztük volna ebben a három kiállító térben bemutatni, megmutatni az ide látogatóknak és a siklósiaknak is. Most annyiban változott az idei 2023-as programunk, hogy augusztus 20-áig lesz a szalon kiállított műveinek megtekinthetősége, és augusztus 21-én hétfőn terveink szerint, ha minden jól sikerül, és a Jóisten is úgy akarja, akkor a Tenkes kapitánya forgatásának a 60. évfordulójára ez a három kiállító tér berendezése kerül, és ez fogja adni a gerincét az idei kulturális életünknek. Addig azonban várják a látogatókat a várba, ahol 70 művész munkáit csodálhatják meg a szőlő és a bor témájában. A siklósi szalon egyébként mintegy 30 éves múltra tekint vissza, így három évtizeden keresztül mutatta be a helyi és környékbeli alkotók munkáit. Kiemelkedő szereplés vármegyei országos versenyeken, diákolimpián. A bikali gyerekek az elmúlt hetekben számos megmérettetésen vettek részt a sakk területén. Nagyvárosi csapatok ellen küzdöttek a fiatalok az ország több pontján. Iskolájukban tanórai keretek között sajátítják el a sport fortéljait, de szabad idejükben is űzik ezt. Izgalmas volt. Így értékelte Luca az elmúlt időszakban lezajlott sakkversenyeket. Luca és még számos iskolatársa ugyanis több megmérettetésen is részt vett a korábbi hetekben. Többek között a diákolimpián is szerepeltek a fiatalok, mégpedig nagy sikerrel. A versenyen többnyire a fővárosból, illetve nagyvárosokból érkeztek diákok, míg a bikali gyerekek az egyetlen kis településről bejutott csapatként mérték összetudásukat. Voltak könnyebb, meg nehezebb meccsek is, amikor valaki nagyon nehéz volt, nagyon sok éves akkozik, meg voltak kicsit könnyebbek is, egyszerűbb meccsek. Miklós Hannának ítélték egyébként az úgynevezett tábladíjat is, miután 8 meccsből 7-et megnyert. Minden korcsoportban, aki a saját tábláján a legtöbb meccset nyerte a 8-ból, azt kapott tábladíjat. És 7-ből 8-at nyertem. Legutóbb pedig Siófokon vettek részt az iskola sakkozói egy országos versenyen. Itt is szép eredményeket értek el a gyerekek. Különlegesség, hogy ezen a megmérettetésen a háromszoros olimpiai bajnok Horváth József szimultán játszott a vállalkozó kedvű sakkozókkal. Dan Dániel, az intézmény igazgatója, büszke tanítványaira. Itt egy 4 éve tartó szisztematikus munkáról van szó az iskolában, tehát az alsóban heti egy órában sakkoznak a gyerekek, és akkor utána még nagyon-nagyon sok délutáni foglalkozásunk, magánedzésünk van. Minden iskola által hozzátett órához körülbelül 8-10 órát tesznek hozzá a gyerekek önszorgalomból saját maguk egy héten. Én látom az online meccseiket, követtem a tevékenységüket, és látom azt, hogy mennyi rengeteget dolgoznak. Tehát nem véletlen ez az országos harmadik hely, egy nagyon kiemelkedő eredmény, amit a lányok elértek. Az iskolai tevékenységet egyébként az önkormányzat is támogatja, és a gyerekek is szívesen vesznek részt a sakkozásban. Nem csak az oktatási intézményben, hanem szabad idejükben is űzik ezt a sportot. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Tanácsok nyaralás idejére, a szakember szerint érdemes felkészülni utazás előtt. Postás biciklit lopott a férfi, állítása szerint csak kölcsön vette a kerékpárt. Madár tartott edzést Szekszárdon, Erdei Zsolt több száz fiatalnak mutatott be ökölvívó technikákat. Üzemanyaggal csaltak, több ezer litert adtak el, de a terméket sosem szállították le. Szerdán országszerte gyenge légmozgás mellett mérsékelten felhős és napos időszakok, területek változása ígérkezik, elvétve előfordulhat futó gyenge zápor. Továbbra is az évszakos átlagnál pár fokkal hűvösebb lesz.
Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!